Borika néni a 90. születésnapját a családja, a szerettei és a barátai körében ünnepelte. Tartalmas életút áll mögötte. Éveken keresztül a mezőgazdaságban dolgozott, szőlőtermesztéssel foglalkozott. Manapság már sokszor élvezi a népes családja az unokái és a dédunokái látogatását. Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, valamint Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető tette tiszteletét a családnál, és adták át számára a miniszterelnöki köszöntő levelet és a város ajándékait. Kedves csoport, Borika néni! Tessék megengedni, hogy ezen a gyönyörű születésnapi ünnepséget, hiszen 90 éves tetszik lenni, illetve nyilván a múlt héten volt ugye pontosan a születésnap, de most tudtunk jönni köszönteni Karcagváros önkormányzata nevében. És 90 évesen a legfiatalabb karcaginak, tessék megengedni, hogy egy jó kívánságok mellett egy csokorvirágot átadjak. Minden jót kívánjuk, jó egészséget, és átadjam egyrészt Karcagváros önkormányzatának a köszöntését, egy oklevelet, illetve a 90 éves évfordulóra átadjam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a jó kívánságait. Jó egészséget kívánok, és nagyon boldog születésnapot! Tessék fogadni tőlünk még egy kis meglepetést! Szeretettel köszöntöm 90. születésnapi alkalmából, fogadja szeretettel tőlünk, Isten éltesen sokáig!